Sziasztok! Tudtátok, hogy a Zóna étteremre az itt kapható Zóna adagok, vagyis a kisadag ételek után ragasztották rá a nevet az allergerszegiek. A házat az 1880-as évek végén építette Fürst Benedek kereskedő. A földszinten Grünwald Mohr 1890-ben nyitott kávéházat, melyet tekeasztallal is felszerelt. Neve Nemzeti Kávéház, majd Központi Kávéház volt. 1891-ben már cukrászda is működött benne, 1912 végén a kereskedő ifjak egylete Schütz Frigyes elnök vezetésével a kávéház emeletén rendezte be központját, az emeleten amúgy bérlakások voltak. A kommunizmus évtizedeiben államosították az épületet, a 20. század második felében Zóna néven vendéglő és kocsma működött benne. Színvonala a 90-es években romlott. 2003-ban végleg bezárt. A ház állapota miatt nem volt iránta vállalkozói érdeklődés, végül 2018-ban a város újítatta fel, és kormányablak kapott benne helyet. Ha kíváncsiak vagytok városunk történetére és a hasonló érdekességekre, vagy nektek is Zalaegerszeg a szenvedélyetek, akkor kövessétek az oldalamat.